A Tiszadobi Andrássy kastély több szempontból is különleges épület. Az évszakok számának megfelelően 4 bejárata, a hónapoknak megfelelően 12 tornya, a hetek számához illően 52 szobája és 365 ablakszeme van. A neogótikus, romantikus stílusjegyeket hordozó kastélyt Andrássy Gyula, az Osztrák-Magyar Monarchia első külügyminisztere építette 1880 és 1885 között. Andrássyaknak köszönhetünk a településen több épületet, hisz az Andrássyak úgy építkeztek Tiszadobon, hogy gyakorlatilag az építőanyagot is ők állították elő, tehát Tiszadobon égették ki a téglát, ami az épületeikhez szükséges volt, és hát örökül hagytak egy olyan szellemiséget a gazdaságba, termelésbe, amiben a tiszadobi ember körömből tudta munkáját végezni, mint a környezetében lévő vállalkozások. Ennek a szellemiségnek az egyik hagyatéka ez az impozáns kastély, amely bekerült a Nemzeti Kastély Programba, melyről 2016-ban döntött a kormány. Ennek keretében összesen 60 milliárd forintból újul meg és fejlődik tovább több mint 30 magyar kastély és vár. Nem csak épületmegújításokat tartalmaz a program, hanem egy olyan turisztikai programot is, amely unikális szinte Európában, hiszen ez a Nemzeti Kastély és Nemzeti Várprogram egy olyan vonzás körzetet fog jelenteni nem csak a térségre, hanem az egész program szempontjából, mint például a Kék Túra útvonala, amelyet érdemes Magyarországon végigjárni. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram helyszíneit is én úgy gondolom, hogy érdemes lesz végiglátogatni. Olyan kulturális örökség megismerésére lesz lehetőség interaktív kiállításokon keresztül, amelyekben az egész kicsi gyerekektől kezdve a legidősebbekig mindenki megtalálja majd azt, amiért odajött. Művészettörténészek kutató munkája előzte meg a kiválasztást, számított az is, hogy milyen az adott épület jelenlegi állapota, és hogy milyen múlttal rendelkezik az adott kastély. Az Andrássy család hídbizományán belül több birtokosa volt ezt követően, ifjabb Andrássy Gyula, Andrássy Tivadar, majd a család egyik másik ága egy ki nem halt férfiág örökölte, és így módon jutottunk el valami 1945-ig, amikor a megszálló csapatok kórházra alakították át több más kastélyhoz hasonlóan. Utána a gyermekotthon korszak következett, amelyről szintén megemlékezünk majd a kastélyban megnyíló új kiállításban, és hát így jutunk el a mai időszakig, amikor a Nemzeti Kastélyprogram keretében a NÖMF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. A második ütemét a kastélyfejlesztésnek meg tudja valósítani. Az első ütemben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat felújította az épületet közel 2 milliárd forintból. A mostani beruházás a kastélyt, mint turisztikai attrakciót fejleszti tovább. 1,27 milliárd forint a teljes költség, amit 100%-ban az Európai Unió biztosít erre a turisztikai fejlesztésre. Mi újul meg ennek keretében? Új kiállítási terek jönnek létre, megújult kiállítási tartalommal, és amit ki szeretnék emelni, az a történelmi kertnek a teljes revitalizációja. Egy tematikus játszótér, rózsalugas, szökőkutak, illetve a régi sétányok, valamint a Holt Tisza ágának egy része teljesen megújul, utóbbin egyébként csónakázási lehetőség is lesz majd. A munkálatok már elkezdődtek, ezek azonban még nem látványosak. November 1-én viszont bezárja kapuit a kastély a látogatók előtt, a tervek szerint pedig egy év múlva megújulva fogadja majd az érdeklődőket.